يعني قلتلي كوتش مثلا اللعب الكورة ده من السبب هاري كيم انت طيب تشير ليه ايه لا توكيب بعد توك مش لا توكي مش بلا منك مش تاين وتعالى ما تسريم با كيشي تفلا مني تاعت نبت شيك الشبي بني Tehát akkor ma ott a kurzó felvétele, hogy miért nem? Nincs kép. Miért nincs kép? Jó, addig így látom a live-ot. Mi a fasz van? Mi a fasz van, és a kezd elegem lenni. Elegem van, elegem van. Főt, hő. Így bebaszó live lesz mindjárt. Te tegyem el így. Aha. Várjál, tudod mit? Szerete? Rohadj! Nézd meg csak csinálom. Na kezdjük. Azt mondja, jelenet. Hol a főtér nem működött. Játékfelvétel. A Kuropikó Podcast. Soha. Soha. Büdös életben nem lesz olyan. Ha? Bebukupra? Vadogja? Nézd meg. Változik el. Hangunk tuti van, hogy a játékot nem veszik fel. Nincs kép, nincs, azt mondogni? Uh-huh. Zavó, tényleg te nem voltál annyi félreértető párbeszéddel? Hát utalásokkal igen. Ugye a leghíresebb az, hogy ugye azt mondani is Kirito elvileg. Tuktok. Mert olyan párbeszédek voltak benne, meg ugye a cselekvés is arra adott okot. De ez nem bizonyított. Még mindig. De hogy mások voltak-e, ahogy nem emlékszem. Most ott Tóbi, elvileg. Nézzünk valami animé, csak ne töltsük fel YouTube-ra. Na most jó lesz. Tényleg. Jó. Állítgatod. Gyere. Jó. Nyom meg a betöltés. F8. F7. No. Van kép. Álljak az nem túl isten. Van kép, csak hang nincs. Most? Vedd fel. Bekakálok tényleg.
Játékhang. Az neked kell. Hogy? Mozog. Minden van, jó? Minden jó, minden jó. Na, most már megy. Bekakálok. Végre. De tényleg. Nem lehetne megint F8? Meg a csalás? Nem tudok, hogy tudom, hogy F7. F5-tel ment el. Szia Tamás! Mindenkinek üdv! Tiri-ti-ti-ri-ti F7! Hogy válts? Hogy várjál? Hogy vegyük? Hogy most mi csalta? Hogy vegyük fel a gombát? Most tényleg megállt a kép? Ez nem igaz. Szórakoznak ezek-e? Velem? Direkt? Megint megállt a kép? Én meg meghaltam előbb. Hol állt meg? Tényleg? Nem állt meg, ott van. Ott van Balázs, itt a kis Mário. Mi? Mi állítsuk meg, egyébként meg lehet állítani a játékot. Haladj. Melyik a szaladás? Eredjem, hogy dobod, gyorsan az. Ja, kis Mario, nem jól lehet kapni. Tamás, DBS-ben hogy tetszett a új... A DBS-ben mi? A új DBS-ben is csalódtunk benne. Ne, én abban csalódtam, hogy ugye történt benne az a fordulat. Csak az. De amúgy a rész az jó volt. Meg voltak látványbéli közepes jelenetek is. Az elején nagyon. De ezt majd kitárgyaljuk a videóban. Igen, én kis rácok, a videó alatt nyugodtan írjatok a résszel kapcsolatban, mert ott hamar megpróbálunk hamar válaszolni. Leginkább Krisztián, ne csak a chatbe kérdezzetek. A heti Jani még videó alatt is tudtok. Olyan, amikor jövök én. Ja, ha meghalsz. Urat, töltsük a képernyőt, már elindik. És a mentésünk megvan. Aha. Ja, most Mario, menjünk, mert Mario, menjünk! Gyász, baszki! Úgy gondolom, hogy Klein mondja az elején Kirítónak, hogy de Kirító, ha ezt is megmondod, nem tudok tenni semmit az ellen, hogy ez mozog. Ez mire gond? Mire értették? Lesz régebben énkről kritika? Lesz valamikor kritika lesz, de nem biztos, hogy lesz. Valaki nagyon nem akarja, hogy stream legyen. F7. Már megint nem jó valami? Én jövök. Na most megint nem jó valami? Mi a gondoltok? Pedig most elvileg megy. Egyetértek Tamással egyébként. Én is azt érzem, hogy lassan vége. Miután ugye bejelentették, hogy szünetre megyünk, ők így rossz. Úgy gondolják. Azt mondják, minden jó. Mintha maguk a készítők, meg a stúdió is tudnak. Újra tervezés, újra tervezés. Nagyon meg... érzem benne, hogy de nem ezt tervezték. Bazd meg, nem kell, gyere. De ugye nem beszélünk benne, nem hogy látták még a részt. Beszélünk a Mario-ról. Mario, hogy... Ki az, aki ezt a pályát ma átvitte és emlékszik rá, hogy kell. Ha én itt halok meg, akkor gyere, kell átadni. De miért csúszik le? Mert lecsúszik. Én tudom, hogy behalok. A tűzre pont. Egy élet. Cat Mario-ra emlékezteti. Ezt nem lehet felvenni, Balázs. Son Goku már 50-szer kivét. F8. F7? F7, bocs. Mert ne adja F10-ét nyomja. Jó, hogy rábencsed, azt akkor basszhatjuk a szegényzet. Gyere Mario, most én átviszem. De ott nem ugrok ott végig, na, miért esik le? Ez nem igaz, pedig tudom, hogy mit kell csinálni. Ja, de így mondtam a szélini elkap a tűzgolyó. Freeza ugye? Meg van benne az a fasság a Freezában már egyébként. Mi mit csinál? Hát nem, ma bárkivel össze fogna dolog. Spoiler nélkül. Ja tényleg. A kis rafinált fasz. De a Gohan jó beszólt neki. Egyébként. Várj meg most!
De hogy esett? Hogy esett? Megcsúszik! Megcsúszik! Buzi Mário! Nem hiába, Family Guy-ba kiperodizálták, hogy nekünk E3-as betűnye, hogy volt? Mexico Mario. Mexico Mario. Melyik a másik? Luigi vagy? Luigi. A zöld Mario. De most azt mondtad, hogy egy-ketten, ne vere, most! De jó, miért nem átraugrol? És ha nagyot ugranánk a tetejére? Gombát meg csak próbálom, mert... A felesleges. ...elveszteni. F8, F7. F7, rögdödegesítő, F8. F7. Na. Tényleg, Szabó, úgy kezdődik a Szabó első párbeszéde. Mire utalnak? Mert ebből a Kirito játszik. Azt mondja Tamás, hogy Fiza csak túl akar élni minden kép, de ha újra a hetes univerzum ellenyelésre, akkor gond nélkül elárulná a diszpót. Nyugyi, ne! Hello, King, semmi baj! Ah! Üzike, de most csináld már, légy szíves! Tudod, mit csinálhatod, nem baj, ez úgyis ki, ez bebaszós lehet félig. Ezt a pár percet toljuk le valahogy. Jussunk már valameddig. Még a vigyük. De mi ugrik túl nagyot? Legalább ezt a kibaszott pályát vidd át. Arra gondolsz, Szabó, amikor Kirito Klein-t adik, az nem az első részben van? Nem, Light Novel párbeszéd, most előbb írt. Ja, han ott azzal nyitnak elvileg. Ott is, akkor nem is tér el semmibe. Azt hittem, hogy plusz jelenet van benne, hogy a Kirito más csinál. Kicsi. Még lefagy a Mario, nem bírja a gép. Nem bírja a gép. Mi van? Azaz, ott ugor, arra ugor Ráni, onnan meg át a nagyra, ost, repülj! Ugor már, vigyázz, mert ott is jön egy, ugor! Ugor fel arra, jó? Arra? Jó? Ugor, vagy hajul le azaz pucsítva, úgy! Vagytad? Ahol? Várj! Mi ott kell lövök? De elrafali! Vigyázz, ott mi tűz! Jó, ugor, dár! Dobba, ez az szaladját! Ez az szaladját, úgy! Hú, de menő volt! Thank you, Mario! Félrejtetett szöveg? Szóval szarul írt szöveg! Vagy csak nem, hogy igazi angol fordítást nézte, akkor vagy angol... Menj! F5. F5. Akkor teljesz. Titi-tiri. Na, túltattunk azon a sárkányos pályán, hú, de nehéz volt. Oké. Tobi, neked milyen lesz a fél év átlagod? Hát valami jó. Hogy csinálta az az illető, amit láttad a videóban? Ez lehetetlen. Nem lehetetlen. De tényleg lehetetlen. Ne! Azt hittem. Nekem is megérztetté. Gomba le fog esni. Jelen, hogy bent tartod, bakker? Ezek egyébként tüsik, vagy ilyen mik ezek-e? Régen azt hittem, ezek ilyen hegyes almák. Te mindent hittél régen. Ez például mi? Ez felhő-e egyébként? Vagy egy bácsi néz a felhő mögül? Aki szemüveges. He? Ez aki tudja. Nem tudod leütni. Azt a faszt akartam. És amikor a Mario meghal, az most ő így csinál-e, hogy tehetetlen? Vagy összement? Most melyik? Szabó azt mondja, nem szarul írt, hanem félre lehet érteni úgy, hogy csak később tudod meg, hogy nem is arról van szó, amire gondolsz először. Ennyi. De ennek mi értelme? Leütöttem, oh. Ennyi. Egyre lehet ugrani. Tiririt, tiririt. Várjál, új pálya is. Tiririt, tiririt.
Degószer úgy volt, hogy Street Fighter lesz, csak igen, sajnos beszállt a Remote Play. Igen, csak az Remote Play szétkúródott. Nem tudom, hogy írodjuk meg F-öt. Max, megpróbáljuk majd a konzolról live-olni, hogy az milyen. Ott beállítjuk mindent, csak ott nem biztos, hogy sikerül. Ott lehet, hogy sikerül, csak az volt, az lesz a baj, ott van egy kocka a végével, szóval tudom. Oda fel tudok ugrani egyébként? Ah. Onnan kell felugrani. Fel, végére szaladj. És onnan befele ugorva. Profik tudja. Legyen fontos, Balázs? Nem. Pontok vannak benne? Ó. De semmit nem ér. Nem? De ér. Mi? Hát ah, egy kicsit az életgombád lesz, de ugye milyen tésünk, hogy azt nem lehet megölni, nem? Azt nem lehet. Gomba, vedd fel a cukor innen, takarod. Nem lehet a fejre ugrani? Visszakadtam. Várjál, hagyj jön ki! Mondtam, várjál, hagyj jön ki! De nem bírok magammal. Mario vagyok, gyors vagyok, nem? Mario bír magával. Kicsit. Jó. Nem lehet bemenni, nem? Nem. Azt kivár. Ott van életgomb valahol, nem? Hol? Nehol nem. Ú, de nagy. Ó, hát kell, nem lehet ugrani. Jó, rémlik. De hát lehet. Lehet. Meg akarnak ölni, bakker. Szétszehét nem ingyenes, vagy ő is? Vártok, azt lehet egyedül Jiren fizetős, Gábor azt írja. Akkor azt gyorsan majd meglesem. Szétszehét ingyent adják. Most nem akarok lépni a chatből, de igen, ugye azt a kék formában tudunk átváltozni. Viccesen, de... C17 és Vider bikini verzió. C18 és Vider, nem? Aha. Meg ugye... Rövizíti, a három karakter fizetős a jó rémk a DLC, én úgy tudom. A Jirenét biztos, hogy pénzt C17 és Jiren az fizetős lesz szerintem, hogy Cyanizandon néztem annó, és ott lefordítva én fizetőset láttam. Hogy a ingyenes DLC a kosztümök lesznek. Elvileg az Android 13-nak is ingyen kellett volna jönnie, mégsem jött. Elvileg az is ingyenes lett volna. Szia, Sub-Zero-Hun! Majdnem meghaltam. Majdnem meghaltam. Ah, itt is lehetett csampelni, hogy életed legyen. Ezt ki tudja megcsinálni. Bazd meg. Úgy. Egyszer megtudtuk egyébként. Egyszer. Úgy mennyi. Hello, közben Sub-Zero-Hun. Elvileg Street Fighter live-unk lett volna. Ebből? No, ez nagyon rémlik, ez a... Nekem nem rémlik semmi. Ha, ez hamu szürke pálya. Áj, már rémlik, igen. Ez se csúszik, nem? Ah, valamelyik a jeges. De ez nem jeges, ugye? Ez a koszos pálya. Égetett, hamu pálya. És élnek a felhő, nem? Leesnek talán? Hey, az Isten meg... verje meg. Tobi azt mondja, azért nem Kakashi és Itachi vagyok, de a Naruto sorozatban látszódott, milyen tanuló vagyok. Obito nem volt annyira, mint a tanuló, ugye? Mi a... van. Le... azt hittem. De hova? Hogy megyek? A balra ugorj! Akkor az hamarabb van ott, mi? Onnan ugorj rá arra. Aha. Tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri. Egy élet maradt. Ó, azt írja Tamás, hogy befett van a Fighter Z teljes sztoria, és kurva jó lesz a játék. Super, mi nem elvileg a kiadó nem engedi, hogy streameljék, de ugye ők megszeghetik a szabályt, mi nem? Mi nem szektük meg. Mi kivárjuk a 26-át. Dobb egyébként mindent tartjából 5-ös. Ma 4-es, a magyarból pedig 3-as? Vagy töri 3-as? Onnan meghalni, befosok! Honnan? Onnan végig, szinte végig vittem! F7? F5? F7, majdnem! Ja tényleg, baszki! Vigyed meg az időt! Bakker, majdnem elbaszk az egészet! Nem streamelték, hanem videóba vették fel! Igen, de nem az a...
Ez meg a kiadó nem akarja, hogy live-olják. Konkrétan most előbb kapták meg azt, hogy a tesztelők egy héttel. A most kb. Egy héttel a kódot, és lehet játszani a játékkal. Ma mi is játszunk rajta. Van a tesztelő. És a kiadó kérése az, hogy a story módból semmilyen anyag nem kerülhet ki. Mégis kikerül. Se videó, se stream, semmi. De mégis kikerül. A sima videókat, ilyen VS-eket meg az meg kérésre, lehet. Az kérésre, ha betartanánk, az jó lenne, hogy nem csinálunk a videókat még 26-áig. Nem szeretné, hogy sok anyag kerülne fel. Szóval valaki mégis megszegte. Már attól fog, hogy a kiadó csinálta erről első 20 percről, vagy valamelyik streamer, vagy videós feltöltötte az egészet. Mert ha igen, akkor az ugye megszegte a embargó. Ott büfögtem egy nagyot. Ez nem igaz. Hogy esetett le? Újra. Miért oljátok? Nes vagy emulátor? Emulátor. Töltsd be. Igen, emulátor. Sajnos már nekünk nincs ilyen gépünk. Sajnos nincs. Régen volt Sega. Régen volt. Azon toltuk gyerekként. A facsa asat tényleg megszeret. Ja, tényleg az a lövöldözős. Ki ismeri? Basz, megint elbasztam. Ilyen puskát is adtak a konzolhoz annó. Azzal lehetett lövöldözni. Hogy csináltad? Mester tudja. Vadkarcsákat kellett lőni, mert biztos ismeritek. A kutya volt, nem? Kutya voltam, vagyis nem, padá. Vadász vagyunk és ilyen kacsákat lövünk. Ne! Azt írja a Ghost Rule lehetőséges majd, hogy bandcampnak érte. Láttam, mint ha valakine az lett volna egyébként. De ugye a nagy YouTube sok szemben nem, hogy megbüntetik őket. Dehogy nem. Azokat is? Azt írtam, most már teljes befejezés fent van. Hogy nem is nézünk oda. Biztos, hogy a Android 21-en van valami. Én már majdnem átindult. Azaz. Jó. Azaz. Mindegy, úgy ugor rá. És akkor most kérünk egy mentés majd. Várja. Egy életünk van, kösz! Én ismered New Set-től a kacsát, F5. Ismeri, na jó, ezt tényleg megszerezzük egyszer. Ó, tudtam, hogy hozzáér az utoljára a tűzhő. Újra töltést! Nem tudom, olyan volt, hogy a... Van egy más, hogy le kell lőni a kacsákat. Aha, de egyik írt, hogy ismeri. Nem tudom, ki úgy veretok. Hamar! Újra kutya töltést. Szedi fel a kacsákat, nem? Aha, lelőjük és a kutya felszedi, de az. F5. Aha, lelövöd a kutya, F5. F7, van ne örülj már meg. Majdnem elvesztettük a mentést. Tényleg? Szóval átjutottam? Ja igen, aha, már érjük igaz, hogy lelőtted, ezt a kutya felszedte, aha, nem? Aha, az. Ismeri. Akkor volt ilyen... Ez észszerű kontrol működött, nem? Hogyha oda úszod, akkor ott lőtte le, nem? Há, tényleg volt, csak az a zsinórral. No, de érted, akkor töltést, volt... Újratöltést, újratöltést! Bár mégis van, szerintem a szekrénybe. Hát ezt hogy tudnád live-olni? Hát, üljő! De már akkor volt VR-féle cuccni, most esik le. APR, no. A TV volt a közvetítő. DuckDuckHunt, nem? De szerintem az. Ott kell átugrani, de hogy a péniszbe? Próbáld meg! Szerintem az a DuckDuck szerintem is az, ami kacsás volt. Azt tudom, hogy kacsákat kellett lőni benne, és tényleg a kutya, mintha felszedte volna, amit lelőnünk. Na azt is nagyon sokáig játszottuk. Azaz. Mindig elfelejtünk meg. Nem tud felszedni. Hogy a péniszbe esel le ott? Azt írja a tavacsa heti elemés videó mikor kerül fel? Holnap! DB Superview holnap megy ki. Sajnos megcsúsztunk vele tényleg. De ha minden jól megy, akkor úgy lesz majd a menetrend, hogy ugye... Szerdán megy ki az EB Super, csütörtökön vagy a One Piece,
vagy a Nanatsu no Taizai új része. Pénteken, akkor ugye ez vel van, hogy csütörtök vagy péntek ez elosztva, és szombaton megy ki a Boruto, és vasárnap mennek ki a Black Clover. Tudod mit? És így le tudnánk zárni az egész hetet. És ugye vasárnap akkor tényleg lesz a podcast, már akkor megvárjuk. Mario Duck is volt. Mikor? Még egyet. Gyerünk! Hogy ugortad át ezt a... Nem tudom. Meg kell várni, míg a izé a bár dolgot, akkor forog, most kell menni szaladnod, de várjál. Ez a hülye most csak azt hisz. Várjál, akkor másik meg, ugye? Most! Akkor túl vagy a túlunk. Jó volt ez a ti-ti-ti. Védélye valami. Még egy újratöltést! Újratöltést! Felvesz ezt a gombát, na! Jó, van, nem kapkodok. Sikerülni fog. Azaz? No. Akkor mit? Aha, azonnal megyek. Hogy átmentem erre, mert a sárkánynak a leheletét is láttuk. Újra töltés. Most örültök, hogy van a szavóból egy finopt. Ott tartottunk, mert jött valami dolog. Bakker! Hát, hogy örülünk kereki? Ez ilyen, nem tudom, ilyen... A fő étel előtt egy kis leves, ami szerintem hülyeség. A spin-off, én egyébként örülök, mert mondtam, hogy én a filler részeket is támogatom. Legalább van mit nézzünk, meg a kedvencünk ott van a képernyőn. Ki... Koeno Tachi lesz az a podcast, sajnos nem lett megtartva most szombaton. Na most akkor meg lesz, baszd meg, Krisztó elbaszolt! Menj! Ne! Ugorj! Koeno Tachi, ki ismeri, gyorsan nézze meg vasárnapra, vagy frissítse fel az elméjét, de az lesz. Hogy megyek át a sárkányon, bakker? Átugrasz! Hogy? Vagy átszalak? Azonnal ugrok! Nem kellett volna ugranod! Úgy kellett volna átszeledni, újratöltést! Nem kellett volna ugranod! De baltákat dobál, hogy milyen rafinált rohadék! Még egy újra töltést. Viccelsz, meg kell várnod egy kicsit. Felbírtad venni? Nem. Ki tudja felvenni Balázs? Azért, hogy megint. Miről szól a movi? Egy gyerekről, mit meg oda? Egy osztályról egyébként, hogy egy siket lány oda kerül az osztályba, és azt nem szívvel fogadják. Ez indítja be a történet. Remek anime. De nagyon jó lett. De ugye a továbbit majd a podcastben, de például innen fel van töltve, akinek jó az a minőség. Aki nagyobbat szeretne, az ugye torrentezik, és a feliratot az Anime Sekai-ról lehet leszedni hozzá. Nagyon érdekesen kell rákeresni. És passzol bármelyik BD verzióhoz. Én jövök utoljára. Meddig tart a live? Újra töltést! Ha meghalok, vége. És találkozunk legközelebb. Átmentem. A DBS Movie mikor fog kijönni? Kérem szépen, a DBS Movie az decemberre van ígérve egyébként. Ezt mondták, hogy arra elkészül. Decemberre. Szóval DB nélkül nem maradunk ebbe az évbe. Csak ugye... Rohadt sárkán lehellet! Új? Utolsó újratöltés, csak a tényleg megyünk. Gyerünk! Meg lesz ez még utól. Ah. 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 Ah, bazd meg! Csak fussak át! Nem tudom!
És mikor folytatjuk a sorozat? Elvileg, ha minden jó menne, akkor szerintem a következő év elején. Most! Ugorj már, bazd meg! Baszki! Rohadt sárkány! Azért végére megvan valami jó. Ezek mik is EU... Azt mondják, hogy ezek nem hercegnők, hanem udvarhölgyek. De én nem tudom, nem ezt a herceget, ez a kaszló. Mentés? Várjál. Itt mentés. Szabály 5. Aha. Jó, itt. Itt tartottunk, és akkor legközelebb folytatjuk a Mariót. Hú, bakke. Jó volt így a végére. Ez is ilyen rövid live volt. Kis live volt, de azért jó. De jó volt így a végére, nem? Az elején kiróltunk, és innentől a live mechanika változik. Változik, hogy nem a arra fogunk törekedni, hogy mi lesz. Hogy végigjátszás, nem egyszerűen live-olunk is, ha életnek él. Vagy minek? Ja. A live-nak él. Pirata Verus 3, a kör, várjátok, most újra kezdődik a kör, és akkor lesz előbb a Sword Art Online, és utána a Pirata Warriors. Yes. De hát, itt engednek linket... Oh, a csárkány! Oh, de végére megvan valami jó, ezek mi csehú? Ez mi? Várjátok, a chat lemarad! Nem akarok, csak rákattintottam értem, hogy mi ez. Megvan valami. Mi? Én mindig egy hangom van. Na, no, tényleg elköszönjük tőletek, ez volt a Mario játéknak a folytatása, itt a Twitch-en. Ez lett a lestreamet videó változata, majd felkörül a YouTube-ra, oda is lehet rá majd kattintani, mindenképpen megőrizzük és dokumentáljuk. A Remote Play-t azt majd elintézzük valamilyen formában, mert ugye több játékunk is van, amit csak ott tudunk kijátszani. Nagyon sok. Szóval ezt mindenképpen el kell intéznünk, vagy úgy lesz, hogy a konzolon streamelünk, vagy megnézzük, hogy milyen ez a 576p. Azt nem nézzük. Egy ilyen próbalájvot majd csinálunk belőle, hogy ez milyen. Magunk között. És ha azt mondom, hogy csúnya, akkor nem, de ha ilyen SD szint, az nem rossz. Na, de akkor tényleg elköszönünk tőletek, mindenkinek jó éjszakát kívánunk, jó volt a live, és találkozunk legközelebb. Hellóztok! Még megy? Még megy? Még megy? Még megy? De már nem megy. Nem megy. Hogy? Ma most nem megy. Én levettem.